minden networker igazi és titkos álma az, amit a Sammani meg tud valósítani, amit megtalálhatsz a Sammani üzletben. Hello, szia, Korpán Gyula, Kroly vagyok, és ebben a videóban egy érdekes témáról fogok beszélni, az pedig az, hogy mi az, amit igazság szerint a network marketingben keresnek az emberek, és mi az, amit ténylegesen csak a Sammani tud megadni neked. Ugye nagyon régóta gyakorlatilag 20 éve foglalkozom emberekkel, és 15 éve foglalkozom hálózaton belül is emberekkel, és azt látom, hogy mindig egy dolog az, ami visszatérő egy network marketingben, mindig egy olyan komoly dolog, amiért az emberek igazság szerint el is kezdik, és ténylegesen szeretnének csinálni, és ténylegesen szeretnének révbe érni, az pedig nem más, mint az igazi passzív jövedelem. És azt kell mondjam, hogy dolgoztam nagy cégeknél, más nagy cégeknél, nem csak a Sammaninál. Ugye dolgoztam a Forever-nél, a Kainnál és a World Venturesnél, és ezek amerikai nagy cégek igazság szerint, és ugye azt tudni kell, hogy ezek a cégek alapjába véve az úgynevezett havi aktivitásra építik föl az egész rendszert, tehát az, hogy minden hónapban van eladás, minden hónapban van vásárlás. Ugye egy csúnyán mondva egy úgynevezett kényszerített vásárlás vagy eladás van a rendszerben, amivel semmi gondom nincsen, és a mai napig ezekből a cégekből, meg termékekből én is fogyasztok, és tisztelen becsülöm ezeket a cégeket. De azért legyünk őszinték, az, amikor egy ember elkezd hálózattal foglalkozni, mindig megüti a fülét az, hogy passzív jövedelem, az, hogy jogdíj, és azt vettem észre, hogy gyakorlatilag 15 év alatt mindig volt valami azokban a cégekben, akikkel dolgoztam, mindig volt valami, ami hiányzott. Nem igazán tudtam megfogalmazni az elején, hogy mi ez a dolog, és amióta a Sammanival dolgozom együtt, gyakorlatilag itt jöttem rá, hogy mi az. És ez az, amit én úgy hívok, hogy igazi passzív jövedelem. És akkor tegyük ezt tisztába, hogy mi az, ami itt gyakorlatilag ez, ami a címben is szerepel, hogy az igazi álma, az igazi titkos álma egy networkernek az, hogy igazán igazi passzív jövedelmet keressen. Mi az, hogy passzív jövedelem? Illetve mi az, hogy jogdíj? Ugye nagyon sok cégben azt mondják, hogy jogdíj típusú jövedelmet tudsz keresni. Ugye nagyon sok cégben azt tapasztalom, hogy ez úgy néz ki, hogy amikor te elkezdesz foglalkozni egy hálózattal, vagy egy MLM rendszer, most teljesen mindegy, hogy hívjuk, azért ugye van a kettő között, van azért némi nemű különbség, de maradjunk akkor a hálózatépítésnél, mert minden MLM hálózatépítés, de fordítva nem feltétlenül igaz. De ami a lényeg, hogy amikor elkezdesz egy hálózatépítéssel, elkezdesz networkelni, elkezdesz hálózatépítéssel foglalkozni, akkor gyakorlatilag nagyon sok ember a pénz reményében, a szabadság reményében, a passzivitás, a jogdíjak reményében kezd el ezzel foglalkozni. Természetesen vannak olyanok, akik mondjuk a termékek miatt kezdenek el dolgozni egy hálózati marketingben. Természetesen ezzel semmi gond nincsen, és ez teljesen tökéletes és teljesen jó. De azért általában az emberek, sajnos a világunk az pénz alapú, pénzre épül, sajnos ezzel kezdenek el foglalkozni. És nagyon gyorsan rakjuk rendbe, hogy mi a különbség az úgynevezett passzív típusú jövedelem, vagy az igazi passzív jövedelem között, és ezért mondom azt, és ezért merem kimondani azt, hogy a Sammani minden networkernek a titkos álma, amit meg tud valósítani, és ezt meg is fogom magyarázni, hogy miért van. Ugye akkor, amikor elindulsz egy üzletben, és teljesen mindegy, hogy melyik üzletben, de mondjuk nem a Sammaniban, elindulsz egy másik üzletben, ez egy tökéletesen jó dolog, és én nagyon örülök, és nagyon végtelen boldog vagyok, hogy emberek elkezdenek hálózati marketinggel foglalkozni. Egy dolog viszont biztos, ugye az úgynevezett passzív jövedelem, mint olyan, az mindenféleképpen a te embereidnek az aktív munkájából fog származni. Ezt nem igazán lehet máshogy megmagyarázni, ha ők dolgoznak, akkor te gyakorlatilag tudsz kapni először ugye úgynevezett forgalmi jutalékokat, és szintek között is lehet különbség, és akkor ugye be tud állni egy úgynevezett passzív jövedelem. Azt szokták mondani, hogy passzív típusú jövedelem, vagy jogdíj típusú jövedelem. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy addig, amíg az embereid, a menedzserjeid, a vezetőid, teljesen mindegy, hogy mondjuk ilyen minden üzletben más, és más ezeknek a titulusoknak a megfogalmazása, de azok az emberek dolgoznak, akkor gyakorlatilag az történik, hogy te tulajdonképpen kapsz némi nemű pénzt, némi nemű jutalékot. Egyetlen egy probléma tud történni ebben, hogyha mondjuk például az embereid nem dolgoznak, vagy
megunják, kiszállnak, nincs kedvük tovább csinálni, csalódnak, és bármi olyan dolog, ami arra készített őket, hogy ne folytassák tovább. Ez lehet neked menedzser, lehet neked nagyvezetőd, hogyha ő és a csapata nem hoz majd forgalmat a jövőben, akkor neked nem igazán lesz passzív jövedelmed. És akkor nézzük meg, hogy mi az, amiről én beszélek itt a Summonin, mi az, amit én igazi passzív jövedelemnek hívok. Igazság szerint, hogyha nézed a videóimat, akkor már tudod azt, hogy amikor a négy specialitásról beszéltem, akkor elmondtam, hogy nem igazán van nálunk havi befizetés. Ez nagyon jó, ezt az emberek nagyon szeretik. A másik pedig az, hogy ugye a mi termékeink azok termelő eszközök. És a Summoning meg tudott valósítani egy olyan dolgot, amire én mindig is vágytam, ami gyakorlatilag ez volt az a dolog, ami igazából nekem hiányzott más rendszerekből, az pedig nem más, mint az, hogy termelőeszközök vannak bent a rendszerben, és a termelőeszközök akkor is tudnak pénzt hozni neked, amikor a csapatod egyszerűen nem dolgozik, amikor az emberek egyszerűen nincsenek olyan paszban, nincs kedvük hozzá, elmennek nyaralni, stb. Ettől még a termelőeszközeid, mint olyanok, azok természetesen bent maradnak a rendszerben, és gyakorlatilag a termelőeszközök azok fogják hozni neked a jövedelmet. Ugye a Summoning-nak van egy nagyon komoly, egy nagyon jutaléka. Ezt mi úgy hívjuk, hogy közösségi naperőmidi, ezt mi úgy hívjuk, hogy a non plusz ultra 1, és van a közösségi bányászati, az a non plusz ultra 2, de a közösségi naperőmidi az, amiről most beszélek ebben a videóban. A közösségi naperőmidi az úgy néz ki, hogy nem csak a saját vattjaid, amik neked vannak, tehát nem csak a saját termékedből tudsz ugye 25 éves passzív jövedelmet kapni, hiszen ha valakinek van szolárvat termék, akkor az 25 éves passzív jövedelmet jelent a Summoning rendszerében, hanem a csapatodban lévő emberekéből is tudsz gyakorlatilag részesedni, és ez az a dolog, ami gyakorlatilag egyszerűen egy olyan újdonságot hozott a világpiacra, ami miatt én kimerem jelenteni azt, hogy igazi passzív jövedelem. Miért? Mert ugye ezek a termékek, ezek nem elviszik a pénzt, hanem hozzák a pénzt, ez az egyik. A másik pedig az, hogy összeadódnak a rendszerbe, tehát ahogy nő a rendszered, ezek az úgynevezett szolárvattok termékek, ezek bennmaradnak minimum 25 évig, és ugye a megvásárlástól képest 25 év, tehát egy évvel vásárolják, ez nyilván ez elkezd majd szélesedni, elkezd még több és még több lenni. És gyakorlatilag ez az a titok, ez az a dolog, ami miatt azt merem mondani, hogy minden hálózatépítőnek az az álma, hogy egy olyan passzív jövedelme legyen, ami nem függ az embertől, ami nem függ attól, hogy mondjuk ténylegesen abban a hónapban dolgoznak az embereid, vagy nem, vagy tudnak, mert valaki nem tud, közben jönnek, körülmények jönnek, stb. Tehát képzeld el azt, amikor ténylegesen egyszer az életedben megcsinálsz valamit, és onnantól kezdve neked ez folyamatosan életed végéig tud fizetni. Na ez az, ami meg tud valósulni a Summoning-ban. Ez az, ami minden networkernek az álma, hogy egy igazán egyszer elvégzett munka után folyamatosan fizessenek. Ugye ez nagyon nehéz egy olyan rendszerben, ahol folyamatosan vásárolni kell, hiszen lehet, hogy nem fognak vásárolni a következő hónapban. Reméljük, hogy fognak és meg fogsz élni, és folyamatosan fogod kapni ezeket az úgynevezett passzív jövedelmeket, de képzeld el azt, amikor nem attól függ, hogy az embereid mennyit hoznak, vagy hoznak-e, hanem a passzív jövedelem az a termelőeszközből, és a termelőeszközök ott vannak. Minimum 25 évig így te folyamatosan fogod kapni. Tehát én azt gondolom, és nem szeretnék minősíteni más cégeket, mert ahogy elmondtam, minden céget tisztelek és becsülök, és fogyasztom is a termékeket, de egy dolog biztos, hogy hosszú távon passzív jövedelmet termelőeszközből, az csak a Summoning fog tudni adni. És ez az, ami minden networker álma, hogy egy egyszer elvégzett munka után gyakorlatilag te életed végéig kap meg. Nem kell 5-6-szor felépíteni egy rendszert, mint ahogy megtettem én az előzőkben, hanem egyetlen egyszer, és onnantól kezdve életed végéig meg fogod kapni az igazi passzív jövedelmet. Úgyhogy, ha téged ez érdekel, ha felkeltettem az érdeklődésedet, ha esetleg networker vagy voltál, vagy akár nem, teljesen mindegy, akkor keresd meg, mert segítek neked abban, hogy egy egyszer elvégzett munka után életed végéig passzív jövedelmet tudjál kapni, és ez nem is kevés, amit tudsz kapni, ezt majd megbeszéljük személyesen, úgyhogy keresd meg, a nap legyen veled, szép napot kívánok, szia!